a mi is mondtam ebben az üzenetében, ahogy megsebez a lélek bizalmatlanság. Mennyire gondoltam, hogy ez a bűn, amikor nem bízok. Fájdalomba okozom az Isten fiát, Jézus Krisztusnak. Mert én vágyik ennek, hogy tudjak bízni, és tudok újra kezdeni, bármi történt velem. Mert ahogy mondtam az elején, Isten jelen van. Isten első szeret. Nem én találtam a szeretetet. Én csak, mint ember, mint termőföld, tudok válaszolni erre, ennyi az egész. És tudok tovább vinni. A hitköznap el, a munkahelyen, a családban ez az üzenet. Drága testvéreim, Szent II. János pápa Divezin Misericordia dokumentumban egyszer írt, hogy mit jelent is irgalmas lenni. Ez mondta, hogy hinni a jót, látni a jót önmagunkban, másokban. Látni a jót az emberekben, magamban és másokban. Az nem azért, hogy nem látom a rosszat. Ez könnyebb. A rosszat nagyon könnyebb. Egyszerű. Ez a feladatunk, amit kaptunk. Lássunk a jót, és tegyünk az, ahogyan Jézus szíve tette, hogy bennünk nagyon bízik, mert Jézus Krisztus bízik benned, bízik a te jóságodból, bízik abban, hogy te tudsz mindig is újra kezdeni, építeni, tovább vinni az ő szeretetét. Urunk Jézus Krisztus, kérünk téged, alakíts meg szíveinket, hogy a mi szívünk olyan legyen, mint a tiéd, a lázatos szíve, és segíts nekünk még jobban felismerni az emberi létünknek igazi természetét. Hogy felismerjük ezt, hogy nem Istennek vagyunk, csak emberek, akik rászorulnak a vízre, az Isten igére, rászorulnak az Isten akaratára. Amen. Köszönöm, hogy megtaláltad.